Még a galambok is szétrebbentek a sziréna hangjára, a nyíregyházi városháza tetején is vannak hangszórók. A városban ezzel együtt 4 helyen szólalnak meg a szirénák vész esetén. Az érkerti lakótelepen található az egyik ilyen sziréna, a Tolli utc 56 szám alatt, a Kossuth tér 1 szám alatt, Örökösföldön a Fazekas János tér 7 szám alatt, és az Ungvár sétány 1 szám alatt. Deák Lászlóné nyíregyházi katasztrófavédelmi megbízott sorolta fel a 4 helyszínt. Azt mondta, ha éles helyzetben szólal meg a sziréna, zárt helyre kell menni. A katasztrófa riadójelzés észlelése esetén a lakosságnak elsősorban ilyenkor a szabad területről védett zárt területre kell bemenni, és ott kell megfelelő védelmet biztosítson magának, onnan figyelje a helyi médiát, a közleményeket, és innen kapja majd a megfelelő tájékoztatást a további teendők érdekében. Évente egyszer kell kipróbálni a szirénákat. A mai gyakorlaton kiderült, minden berendezés megfelelően működik Nyíregyházán.